Tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait a mai sajtótájékoztatónkon. Ugye meghívóban az szerepelt címként, hogy a mezőgazdaság, a magyar mezőgazdaság jobban teljesít, és hát nem ijesztőleg, de ezt makrogazdasági adatokkal szeretném alátámasztani. És ha minden igaz, akkor mindenki kapott egy anyagot, úgy látom, ami talán a segítségükre lesz. Én úgy gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság jobban teljesít, ez mindannyiunk számára egy jó hír, hiszen Magyarország mégiscsak egy mezőgazdasági ország, illetve hogy annak idején a Yorki Egyezményben, illetve a vidék stratégiánkban mottóul választottuk, a vidék gerince a mezőgazdaság. Tehát, hogyha ez jól teljesít az ágazat, az mindannyiunk számára kedvező. Én négy területről szeretnék beszélni, ebből kettőről, az agrárkülkereskedelem alakulásáról, illetve a GDP-vel kapcsolatos adatokról egy picit részletesebben, és kicsit rövidebben a mezőgazdasági beruházásokról, illetve a mezőgazdasági foglalkoztatásokkal kapcsolatosan is néhány adatot szeretnék a jelenlevők figyelmébe ajánlani. Tehát akkor az agrárkülkereskedelemmel szeretném kezdeni. A pozitív folyamatok, amelyek az utóbbi években zajlanak ezen a területen, tovább folytatódtak 2013-ban. A jelenlevők talán emlékeznek arra, hogy 2012-ben rekord teljesítményt ért el az ágazat agrárkülkereskedelem tekintetében, és ahogy mondtam, ezek a pozitív folyamatok 13-ban is tovább folytatódtak, tovább nőtt az ország agrárexportja, és újabb rekordot érhettünk el. Ez 8,1 milliárd euró exportbevétel kerekítve, de önök, ha jól látom, részletesen is pontosan is megkapták a számot. Ez 18 millió euróval nagyobb, mint az előbb említett 2012-es rekord exportbevétel. Ugyanakkor az import gyakorlatilag nem változott, ez maradt a 4,5 milliárd eurós szinten. Ebből következik, hogy az agráraktívum az export-import egyenleg tekintetében sikerült megismételnünk a 2012-es addigi rekordot, ez 3,6 milliárd euró. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly teljesítmény, és hogyha hozzáteszem, hogy ez a nemzetgazdaság külkereskedelmi aktívumának több mint a felét tette ki 2013-ban is, akkor azt hiszem, hogy ezekre az eredményekre igazán büszkék lehetünk. Az export volumen növekedése mellett nagyon fontos, hogy hogyan alakul a kivitelnek a szerkezete is. Ugye erről is beszéltünk többször is korábban, hogy az lenne a cél és az lenne a kívánatos, hogyha az agrárexporton belül a nyersanyagok, az alapanyagok aránya csökkenne, illetve a félkész, illetve a kész termékek, tehát a nagyobb hozzáadott értékű termékek aránya pedig növekedne. Most örömmel mondhatom, hogy ebbéli törekvéseink is eredményesek voltak, és a növekvő agrárexport belső szerkezete is kedvezően alakult. A feldolgozatlan alapanyagok aránya csökkent, csökkent a gabona 13%-kal és az olajos magvak 30%-kal a forgalmuk. Gabonánál a búza kivitel nőtt, a kukorica az csökkent jelentősebben, és az olajnövényeinknek is az export volumene szintén csökkent, tehát mind a napraforgó, mind a repce 36, illetve 31%-kal. Tehát ahogy említettem, kedvező folyamat, hogy a félkész és a késztermékek aránya pedig növekedett. Így szeretném kiemelni, hogy jelentősen nőtt a tejtermékek 21%-kal, a méz 35%-kal, az állati és növényi zsírok, olajok 15%-kal, kakaó és kakaókészítmények 49%-kal, gabona felhasználásával készült, illetve cukrászati termékek aránya 22%-kal,
állati takarmányok 22%-kal, és az italok, szesz és ecet 28%-kal nőtt a kivitelük az előző évben. A tejtermékek esetében szintén pozitív fejlemény, hogy a tej mellett látványosan nőtt a feldolgozott tejtermékek aránya és volumene is, így a vaj, a kefír, a joghurt, a sajt és a túró forgalma is. A növényi olajok exportján belül említést érdemel, hogy a repceolaj export közel háromszorosára növekedett az előző évben. Hát mindezek alapján szintén a kiadott anyagban láthatnak a második oldalon egy táblázatot, amely az agrárexportot feldolgozottsági fok szerint mutatja 2010 és 2013 között. Ennek ugye az az eredménye, hogy a késztermékek aránya a 2010 évi 32%-ról 36%-ra, a félkésztermékek aránya, vagy elsődlegesen feldolgozott termékek aránya 30-ról 32%-ra nőtt, míg az alapanyag nyersanyagok aránya pedig a 2010 évi 38%-ról 32%-ra csökkent. Tehát kedvező a volumen növekedés, kedvezőbben alakult a szerkezet, úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kell tovább haladnunk. Ami a célországokat illeti, továbbra is az Európai Unió tagállamai a legnagyobb célországok, a magyar agrárexport 86%-a irányul az Európai Unióba. A legnagyobb partnereink Németország, Románia, Ausztria, Olaszország és Szlovákia. Ezen öt ország részesedése a magyar agrárkivitelből eléri az 52%-ot. Legfontosabb partnerünk továbbra is Németország. Egyébként 2013-ban ezen ország tekintetében is növekedett az agrárkivitel 9%-kal, 98 millió euróval bővült a Németországba irányuló agrárexport. Emellett nagy mértékben növekedett 44%-kal, az 59 milliós növekedés jelent, a Horvátországba irányuló agrárkivitelünk, amely ugye elsősorban az uniós csatlakozásával van összefüggésben Horvátországnak. De jelentős növekedés figyelhető meg az Oroszországba irányuló agrárexportban, amely egy év alatt a negyedével bővült, szintén jelentős forgalomnövekedés történt még Franciaország, Belgium és Szerbia irányába is. Ugye, sokat beszélünk a keleti nyitás politikájáról is, meg szeretném említeni, hogy legnagyobb mértékben nőtt az agrár exportunk például Libanonba, 9 millió euróval, Üzbegisztánba, Azerbajdzsánba, 8-8 millió euróval nőtt az agrár kivitelünk. Ezek után szeretnék áttérni a GDP-vel kapcsolatos teljesítményünkre, ugye egy nemzetgazdaság teljesítményét leginkább ezzel a mutatóval, a bruttó hazai termék mutatójával szokták jellemezni. A 2013-as év is megmutatta, hogy a mezőgazdaság nagy mértékben tud hozzájárulni Magyarországon a GDP növekedéséhez, és 2013-ban a magyar mezőgazdaság volt a gazdasági növekedés egyik legfőbb hajtómotorja, zárójelbe jegyzem meg, hasonlóan, mint 2011-ben. Szintén megkapták a táblázatot a jelenlevők, hogy 2013-ban negyedéves bontásban hogyan alakult a teljesítés. Ugye az első negyed évben a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 6,3%-kal, a másodikban 25,9%, harmadikban 28,1%, és a negyedik negyed évben az előző év azonos időszakához képest 22,2%-kal növekedett. Ez éves szinten 22%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és hát abban, hogy Magyarországon nemzetgazdasági szinten a GDP 1,1%-os növekedést produkált, a mezőgazdaság 0,9%-ponttal részesült, tehát meghatározó volt. Ezen folyamatok hatására
a mezőgazdaság részesedése a bruttó hozzáadott értékből 4,8%-ra emelkedett. Ez az előző évhez képest 0,1%-ponttal, a 2010 évéhez képest pedig 1,2%-pontos növekedést jelent. Ennél a pontnál egy gondolat erejéig meg szeretnék állni. Vannak olyan vélemények, hogy ezt a teljesítményt a mezőgazdaság, a magyar mezőgazdaság elsősorban az időjárásnak köszönheti, vagyis hogy 2013-ban kedvező volt az időjárás. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy 2012-höz képest mindenképpen kedvező volt az időjárás, de azt nem mondanám, hogy 2013-ban kiváló volt az időjárás. Tessék visszaemlékezni, ugye tavaly évelején a belvíz, az árvíz, a tavaszi fagykár, majd utána nyáron 2,5 hónapig a 40 fokos napi csúcshőmérséklete, 2,5 hónapig nem volt egy szem csapadék, majd utána a változatosság kedvéért megérkezett az őszi fagy október elején, tehát egyáltalán nem mondanám, hogy az időjárás tökéletes lett volna a mezőgazdaság számára, elismerve azt, hogy azért a 2012-eshez képest jobb volt. Én úgy gondolom, hogy a 13 évi hozamok, azok szinte valamennyi ágazatban vagy megismételhetők, vagy még kedvezőbb eredményeket is elérhetünk. Tehát én úgy gondolom, hogy messze nem igaz, hogy csak az időjárásnak köszönhető akár az agrárkülker, akár a GDP növekménye az ágazatnak és a teljesítménye. Ebbe benne van a gazdáknak, a gazdálkodóknak a munkája, akik jó gazdamódjára időben elvégezték a különböző feladatokat, ugye a vetéssel, tavasszal eleve 2-3 hetes csúszásban voltunk, de amikor rá lehetett menni a földekre, akkor ha kellett éjjel-nappal dolgoztak a földeken, odafigyeltek a vetőmag kiválasztásra, a tenyészidő meghatározására, az agrotechnológiára, tehát ugye a kevés csapadékot igyekeztek megfogni, tehát az ágazatban szereplők szakmai tudását sem szabad lebecsülni, és mindenkinek a munkáját, nem csak az ágazatban dolgozókért, de az ágazatért dolgozókért is, és ebbe beleértem a tisztelt médiát is, tehát az önök munkája és segítsége is benne van, benne volt abban, hogy ilyen teljesítményt értünk el 2013-ban, és nem utolsó sorban remélem a minisztérium dolgozóinak a munkája is, hogy a támogatási rendszeren keresztül tudtunk hatékony segítséget nyújtani. Ahogy említettem, a beruházásokról nagyon röviden, szintén pozitív tendencia, hogy növekedés volt ezen a területen. 2013-ban a mezőgazdasági beruházások 259 milliárd forintra nőttek, és a volumenük a nemzetgazdasági volument meghaladó mértékben 9,3%-kal bővült. A nemzetgazdasági átlag 7,2% volt egyébként 2013-ban. Ezáltal javult az ágazat műszaki technológiai színvonala, nőtt a hatékonysága, amely a termelés hosszú távú növekedésének az alapjait képezi. Úgy gondolom, hogy kedvező hatott a beruházások alakulására, hogy az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ugye növekedtek. 2013-ban éltük el a nemzeti borítékunk 100%-át közvetlen támogatások tekintetében. Kedvezően hatott a beruházásokra a jegybanki alapkamat csökkenése, valamint a különböző hitelprogramok, amelyek közül én itt most a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramját szeretném kiemelni. Hogyha 3 éves távlatban nézzük a beruházásokat, akkor azt tudom elmondani, hogy 2010 és 2013 között a mezőgazdasági beruházások értéke 50 milliárd forinttal emelkedett, a volumene 15%-kal nőtt. És végezetül a foglalkoztatásról, hogy egy nagyon fontos célkitűzése a kormányzatnak a foglalkoztatás növelése, és 2010-hez képest 280 ezerrel dolgoznak többen Magyarországon is, 9% alá csökkent a munkanélküliségi ráta. Ebből a kedvező folyamatból a mezőgazdaság is kivette a részét.
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 2013-ban 193 ezer fő volt, amely 21 ezerrel, tehát 12%-kal haladja meg a 2010 évi szintet. Én úgy gondolom, hogy ezek a kedvező folyamatok bizakodásra adnak okot. Én ezt tapasztaltam magam is, hogy az ágazatban dolgozókat érdekli a jövő, és amikor nemrégiben ugye egy országos úgynevezett roadshow keretében végigjártuk az ország gyakorlatilag főbb körzeteit, akkor azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy az érdeklődés, tehát amikor a 14-20-as időszak várható dolgairól beszéltünk, lehetett látni, hogy a magyar gazdák, a magyar gazdálkodók hisznek a magyar mezőgazdaság jövőjében.